Ismét segített a Magyar Katolikus Karitás. Április óta több alkalommal is volt földrengés Teng térségében. A károsultak május 21-én vehették át az adományokat. Az április 23-ai nagy földrengést követően volt már néhány utórengés, de azok már külön kárt nem okoztak. Most a nagy földrengés károsultjai, akiknek nem volt biztosításuk, őket segíti most a Katolikus Karitás és a Krilak festékgyártó cég abban, hogy a felújításhoz festéket biztosítanak, illetve hát a glett anyagot biztosítják hozzá. 84 család maga vállalta, hogy ha kapnak megfelelő anyagot, akkor elvégzik a helyreállítási munkálatokat. Az idős egyedülálló emberek számára szakemberek nyújtanak segítő kezet. Az elmúlt években Magyarország kríziskezelésének oroszlán része a Katolikus Karitásra hárult. Az anyagi háttér biztosítása nem egyszerű feladat. Ez egy nagyon nagy összeg, részben pályázati forrásból tudtunk erre áldozni, részben pedig adományokból, hiszen a Karitásznak az állandó adományvonala is él, a 1356, amellyel 500 forintot adományozhatnak egy hívással. Külön bankszámlánk is van, amelyre érkeznek befizetések, felajánlások, és így próbálunk ezekből a forrásokból úgy gazdálkodni, hogy a leghatékonyabb legyen, és minél több krízisbe került családnak tudjunk segíteni. Az adományok szétosztásánál Mádöl Dalma asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete is részt vett. Én több mint 20 éve dolgozom együtt a Karitásszal. És voltam Kárpátalján velük, Vajdaságban, és itthon is minden katasztrófával sújtott területen, például a Beregben. Az valami borzasztó nézett ki. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jól dolgoznak. Azt hiszem, hogyha az ember meghallgatja az embereket, és egy kis szeretetet próbál adni, akkor az már segítség.